Kezdődnek a felújítások a fővárosban jövő héten, emiatt lezárások és dugók várhatók a budapesti utakon. A kormány szerint a főváros felelős azért, hogy nehéz közlekedni Budapesten, a főpolgármester kabinetfőnöke viszont a Fidesz műbalhéjáról beszél. Vendégünk Balogh Samu. Aki itt van már velem szemben, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondja a kormány műbalhéja, ez a dugó botrány. Hát mondja ezt azoknak, akik mondjuk negyed óra helyett egy órát ülnek a dugóban. Miért műbalhé ez? Vannak dugók a városban. Hát igen, nem nekik mondtam, hanem az a hiszti járat, amit most a fideszes oldalakon látszik, erre szólt. Valóban vannak torlódások, és a legelső az, hogy kérjük és köszönjük a türelmüket ezeknek a budapestieknek, akiknek most nehezebb közlekedni. Azt nagyon fontos látni, hogy nagyon fontos beruházások tudnak most végre elindulni. Ezek kényszerűen korlátozásokkal járnak ilyenkor, de utána egy szebb, zöldebb, jobban használható Budapestet fogunk visszakapni. Úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, és hogy aki teheti, van erre lehetősége, az inkább vagy kerülje el a belvárost, vagy válasszon közösségi közlekedési eszközöket, hiszen azt menjen gyalog. Azt mondta Karácsony Gergely Hollik Istvánnak, hogy szálljon ki az autóból és menjen gyalog. De hát azért gyalog mindenki nem tud gyalog sem menni. Hát Hollik Istvánnak mondta ezt a főpolgármester úr, aki, ha jól emlékszem, a belvárosban volt képviselőjelölt legutóbb, tehát gondolom valahol a belvárosban lakhat, és a munkahelye is azt hiszem a belvárosban van. Tehát hogyha valaki, akkor ő igazán kipróbálhatná a kettes villamos például. De természetesen sokan vannak, akiknek ez nem opció, hogy másképp közlekedjenek, tőlük türelmet kérünk, aki pedig teheti, az inkább akkor közlekedjen közösségi közlekedéssel. Nézzük még azokat a kritikákat, amiket említett. Füries Balázs is reagált ezekre a dugókra. Ő azt írja, nem akarásnak nyögés a vége, meg embertelen igazi várospusztító dugók, pont most, amikor elkezdhetnénk végre normálisan érni ezt a járványra, értettem, mert nyitás van. Végre szabadon lehet közlekedni Budapesten, de hát nem lehet. Miért pont most kellett ebbe belevágni? Nem lehetett volna ezt máskorra időzíteni? Hát abban igaza van, hogy nem akarásnak nyögése vége, 9 éves fideszes budapesti városvezetés alatt nem sikerült felújítani a Lánchidat, nem sikerült felújítani a Blahalújzeteret, nem sikerült felújítani a rakpartot. Most mi ezt végre elkezdjük, ezek olyan adósságok, amit már régen meg kellett volna csinálni. Hát ő azt mondja, hogy ha már bocsánat, a Lánchidat említi, hogyha megcsinálták volna azt, ami tulajdonképpen kész voltak a tervek, akkor már szinte a felújított Lánchidon mehetnénk, vagy örülhetnénk neki. Igen, csak akkor sokkal drágább lett volna, hogyha a kormány adott volna akkor a fővárosnak plusz forrást, hogy akkor azt a közbeszerzést elindítsuk, illetve a szerződést. Akkor meg lehetett volna csinálni, de akkor drágább volt, nem volt a fővárosnak erre forrása, a kormány nem adott. Az új közbeszerzés követően egy olcsóbb ajánlattal lehetett megvalósítani a Láncinak a felújítását. Az időzítés az biztos, hogy úgy mindent egyszerre csinálnak. Ugye még nincs vége az iskolának, nem lehetett volna legalább egy kicsit eltolni egyiket másikat, hogy ne egyszerre, hát tényleg szinte egyszerre jön, ugye. Hát Lánchíd, Alsórakpart, Blahalújza tér, 3-as metró, buszsávokat alakítottak ki. Hát ezt is csináltuk, eltoltuk, hiszen egyelőre még csak a rakpartnak a felújítása indult meg. A Lánchídnak a következő szakasz, amikor lezárjuk, az pont az iskolaszünetnek a kezdete után fog történni. A Blahalújza térnek a felújítása az pedig csak júliusban fog történni, tehát pontosan ezt csináljuk, hogy kicsit eltoljuk egymástól. Egyébként az meg évtizedes gyakorlat, hogy mindig nyáron vannak ezek a beruházások, hiszen nyáron az iskolaszünet alatt jóval kisebb a forgalom, tehát kisebb sérelemmel meg lehet csinálni. A rakpartnak a felújítását azért kellett megkezdeni, mert egy állami határidő miatt évvégig be kell fejezni, minden nap számít. Ha valaki most kint jár a Margit hídnál, akkor látja, hogy nem csak söpörgetik az úttestet, hanem tényleg neki láttak a munkának, már fel is szedték az aszfaltot. Pedig vannak olyan fotók egyébként az interneten, hogy el se kezdődött a munka, de le van zárva. Ott az egy érzékeny terület, az biztos a pesti alsó rakpart. Milyen alternatívák vannak? Nyilván ugyanazt tudjuk elmondani, hogy aki teheti, az közlekedjen közösségi közlekedés. Ez fontos elmondani, mi kérdezik, hogy miért lettek most buszsávok. Hát éppen most kell csinálni buszsávokat, amikor nincsenek dugók, akkor a buszok is tudnak haladni, akkor kell buszsávokat létrehozni, amikor torlódások vannak, hiszen mi nem tudjuk azt garantálni, hogy egy olyan városban, ahol egyébként is vannak torlódások, természetes, több az autó, mint amennyi elfér ebben a városban, akkor ilyenkor felújítások alatt lehessen akadálytalanul közlekedni. Mi azt tudjuk biztosítani, hogy mindenki, aki a közösségi közlekedést választja, aki egyébként a többség ebben a városban, annak legyen lehetősége akadálytalanul, gyorsan, megbízhatóan közlekedni. Ez a maximum, amit lehet csinálni, és egyébként minden mást, egyébként próbálunk például a Hegyalja úti buszsávnál is felmerült, ott úgy alakítottuk ki a Döbrentei téri csomópontot, hogy a lehető legnagyobb kapacitást adjunk az autóknak is. Tehát mindent megteszünk, de igen, ez egy ilyen időszak, amikor felújítások vannak, hogy muszáj a türelmüket kérni a budapestieknek, hogy ameddig ezek tartanak, addig, ha lehet,
menjenek közösségi közlekedéssel, majd legyenek türelemmel, mert egy zöldebb, szebb Budapestet fogunk visszakapni. Blaha-Lujza téren július elején kezdődnek, ott milyen korlátozás lesz? A Blaha-Lujza tér esetében ugye a tér felszínek a felújítása fog sokáig tartani, másfél évig, az nem fog nagy korlátozással járni a közút számára. Ott egy olyan munkarész van, ami a Nagykörút és a Rákóczi út csomópontját érinti, ott van egy aluljáró, annak a födémét kell szigetelni, és ez azért is fontos, hogy ezt korán kezdjük, még nyáron, hogy minél nagyobb része nyáron meg tudjon valósulni. Mert itt ez fog járni korlátozással, de a nagyját azt nyáron meg fogjuk csinálni. Ez olyan, hogy ott minden lesz zárva? Nem lesz minden lezárva, hanem néhány sávot kell majd szakaszosan lezárni, tehát mint ilyen saktáblaszerűen fogunk venni, hogy a forgalom az minél nagyobb mértékben tudjon majd folyni. És mindenek a tetejében még a foci EB is elindul, itt emiatt lesznek korlátozások? Jövő héten lesz az első. Lesznek korlátozások, ugye az alapvetően a Puskás Arénának a környékét érinti, illetve azokat a útvonalak, amelyek a szurkolói zónákhoz vezetnek. Ugye a Hősök terén van a hazai szurkolói zóna, szóval a hazai meccsek előtt a Dózsa-György úton lesznek korlátozások, de a meccsek alatt is a stadiont határoló nagyobb utat, tehát a Kerepesi út, a Hungária út és a Tököli út, ezek járhatóak lesznek alapvetően. Ezt a rendőrségnek a kompetenciája itt a korlátozásokat megvalósítani, de mindent megteszünk a rendőrségek közösen, hogy a lehető legjobban lehessen közlekedni. Utolsó dolog, 2 vagy 3 hónapja, nem tudom pontosan, felvetődöttek olyan kormányzati tervek, vagy napvilágot láttak, amiről beszéltünk egyébként a reggeli műsorban, hogy az önkormányzatok jogköreit csorbítaná a kormány, mégpedig úgy, hogy elvennének építési jogköröket. Mi lett ezzel a tervvel? Akkor nagyon sok önkormányzat és polgármester is fel volt háborodva, még fideszes is egyébként, viszont azóta erről csönd van. Hát igen, ez egy régóta tartó folyamat. Kezdődött azzal, hogy egyes beruházásot, hogyha ezt kiemeltetették, akkor kiveszik az önkormányzatok kezéből. Ugye folytatódott azzal, hogy ezeknél a rozsdalvezeti bizottságok létrehozásával vannak, ahol félkerületnyi területeket jelölnek ki, és vesznek el az önkormányzatoknak a kezeléséből, illetve a szabályozása alól. Ezekről most már egy kormány által kinevezett bizottság dönthet. Pont tegnap voltam egy építésügyi konferencián, ahol szintén elhangzott, hogy azért az nem biztos, hogy az a jó, hogyha kormányülésen döntenek arról, hogy hova mit lehet építeni, tehát azért ez nonsens, hogy egy ország kormánya döntögét arról, hogy egy önkormányzat helyett hogyan járjon el. Szóval igen, ez egy folyamatos helyzet a kormány részéről, egyre rosszabbodik. Mivel... De a döntést tulajdonképpen nem tudjuk, hogy van-e, mert végülis csönd van erről, úgyhogy ha lesz, akkor mindenképpen folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.